2013 a különleges építészeti alkotások éve Ausztriában, hogy mit kell feltétlenül megnéznünk és mire kell különösen figyelnünk, arról beszél Szedlák Péter, az Osztrák Idegenforgalmi Hivatal szakembere. Köszönöm, hogy itt vagy, Péter. Én köszönöm a meghívást. Mi az, ami elsőre eszünkbe jut Ausztriáról, hogyha építészeti alkotásokban gondolkodunk, de mondjuk ne Bécsben járjunk most fejben? Ez egy nagyon jó kérdés, mert az építészet az tulajdonképpen áthatja az üdülésünket sokszor anélkül, hogy igazából ezt realizálnánk. Ugye a klasszikus dolog, amikor megtekintünk egy múzeumot, vagy egy korábban épült szép épületet, de tulajdonképpen, ha egy termálfürdőbe megyünk Ausztriában, a legtöbb esetben ott is egy különleges építészeti megoldásra találkozunk. Főleg, ha modern építészetet veszük, akkor Ausztria az elmúlt időszakban nagyon komoly előrelépést tett. A borospincék területén igazán különleges alkotások születtek, de a modern múzeumok is önmagukért beszélnek, és nem csak a tartalmukkal, hanem tulajdonképpen az épülettel is egy különleges lehetőséget kínálnak arra, hogy felfedezzük Ausztria építészetét. Jó, mondjuk én azt mondtam, hogy ne Bécsben, de mondjuk a Schönbrunni kastély az alap, Bécs közelében, ugye oda ki kell mennünk, hogyha már az építészetről van szó, és nyilván ez a kor az, ami megigézi az embert elsőre. Merre járjunk még ez ügyben? Igen, hát ha történelmi látnivalókat keresünk, akkor ugye a három nagyváros, Bécs, Grácz és Salzburg tulajdonképpen kihagyhatatlan. Itt tulajdonképpen mind a három városban rengeteg történelmi emlék és építészeti látnivaló várja a látogatókat. Ugye Gráznak az óvárosát például az UNESCO világörökségek közé választották, hasonlóan Salzburg óvárosához, tehát itt már védett építészeti emlékművekkel, illetve városrészekkel találkozunk. Linz már egy picit különbözik, tehát Linz is így a nagyobb városok közé tartozik, és ami Magyarországról viszonylag könnyen meg is közelíthető. Linzben már sokkal inkább a modernizmus dominál. Linz egy iparváros volt, és az elmúlt időszakban helyezett sokkal nagyobb hangsúlyt a turizmusra. És itt nagyon különleges szimbiózisa jött létre tulajdonképpen az ipari épületeknek és a modern építészet egymásra hatásának köszönhetően. Ilyen kulturális negyedet hoztak létre tulajdonképpen a régi ipar telepeken. És ennek köszönhetően Linz egy igazán sajátos milliővel várja az üdülő vendégeket, de elsősorban már a modernizmus irányába mutat. Például a Szép Művészeti Múzeum a Duna partján nagyon, nagyon különleges, de itt található például a Jövő Múzeuma, ahol igazán különleges bepillantást nyerhetünk a jövőbe. És hogyha tovább megyünk nyugatra, akkor Innsbruck, szintén egy nagyobb város, ami azért történelmi látnivalók sokaságát vonultatja föl, gondolok itt például az Aranytetőre, vagy a császári rezidenciára, ami nagyon szép állapotban maradt. Most az jutott eszembe, hogy városokról beszélsz elsősorban, de hát a tartományok elég karakteresen, illetve a tartományok építészete elég karakteresen elválik egymástól. Tehát, hogyha vidéken járunk, akkor is érdemes erre figyelni, és nyilván az osztrák idegenforgalmi szakemberek ezt akarják, hogy fedezzék föl. Így van, lépten nyomon visszaköszön tulajdonképpen a vidék karaktere, ahogy mondtad. És ennek az építészet évének talán ez is lenne egy kicsit a szerepe, hogy nyitott szemmel járjunk tulajdonképpen mindenhol, ne csak ezekben a klasszikus városnézős desztinációkban, hanem hogyha egy vidéki kis falut vagy valamelyik tájegységet fedezzük föl, akkor is legyünk nyitottak az ottani építészeti megoldásokra. Ausztriában egyébként ez is nagyon jellemző, hogy tulajdonképpen úgy helyezik el ezeket az épületeket a tájban, hogy a táj szerves részét képezi az épület. Mondd ezt például, hogy Tirolban mondjuk milyenek a házak vagy az épületek? Tirolban sokkal magasabbak, és tehát sokkal magasabbak a tetőszerkezetek. Ugye ez viszonylag egyszerűen magyarázható, mert ugye Tirol a legmagasabb hegyek birodalma Ausztrián belül, és ott kialakult egy ilyen magasabb tetőszerkezet, ami azért elég karakterisztikus a házaknál. Vorarlbergre például ezek a fakazettákkal díszített vidéki házak jellemzőek, ez már egy picit ilyen bajoros beütés is, de azért elkülönül tőle elég jól megkülönböztethetően.
De tulajdonképpen minden tájegységnek megvan a saját építészete, kezdve a falusi gazdaságok kialakításától van, ahol ugye ez ilyen négyszögletes udvarformát ölt, például Alsó-Ausztriában vagy Karintiában ez kifejezetten jellemző. Van, ahol pedig abszolút különálló majorsági épületekből áll aztán egy falusi gazdaság. Például a skanzenek, tehát a szabadtéri múzeumok is nagyszerű lehetőséget kínálnak erre, hogy felfedezzük egy nap alatt ausztriai építészeti látnivalóit. Ugye ott egész Ausztriát bejárhatjuk tulajdonképpen rövid idő alatt, és megfigyelhetjük az építészet fejlődését, illetve a különbségeket. Most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy a síelőktől kikapnék, úgyhogy most ne figyeljenek ide azok, akik a havaslejtő szerelmesei, de engem mindig nagyon izgat, hogy van-e arra energia, idő, igény, hogyha egy gyönyörű sírégióban van valaki, akkor megnézze a helyi építészeti alkotásokat, vagy egyszerűen azt a kis városkát, vagy annak a városkának a múzeumát, aminek közelében van a síparadicsom. Biztos örülni fogsz ennek a válasznak. Nemrég végeztünk egy tanulmányt, és ez szerint a magyar vendégek kifejezetten ilyen típusú üdülő vendégek, akik a síelés vagy akár a nyári üdülés közben is több mindent kipróbálnak, és mindenképpen időt szakítanak arra is, hogy felfedezzék a környéket. Akkor nem csak a wellness, tehát a havaslejtőkről a statisztikákra hagyatkozom itt, de tulajdonképpen, hogyha saját magamat veszem, akkor én is előszeretettel barangolok a környéken, és ismerem meg a kisebb vagy tágabb, ez nyilván az időtől is függ, hogy mennyi idő áll rendelkezésre. Mondanod kell példát, hogyha mondjuk most valaki ezután menne síelni még, és azért lesz még jó idő, mármint hogy síelni való idő, akkor milyen régióba menjen, és ott a közelben mit nézzen meg? Hát tulajdonképpen március végéig azért elég biztonsággal tudom most ajánlani, hogy lehet még síelni Ausztriában. Nagyon jók a hóviszonyok, 2 méteres hóvastagság várja a síelőket a legtöbb síterepen. Hát igazán különleges élmény lehet most például Schladming. Ugye február közepén elején volt a sívilágbajnokság Schladmingban. Óriási siker volt a szervezők részéről, nagyon elégedettek voltak a versenyzők és a vendégek, és hát egy ilyen nagy világesemény után ellátogatni egy üdülőhelyre igazán különleges dolog, hiszen úgy érezhetjük, hogy tulajdonképpen azon a pályán síelünk, ahol a tévében látott versenyzők is lejöttek, és Schladming könnyen meg is közelíthető Magyarországról, tehát 5-6 óra alatt tulajdonképpen Budapestről el lehet oda jutni, és egy változatos pályarendszert kínál. És mi van a közelben? Még közelebb pedig Alsó-Ausztriának a Bécsi Alpok. De úgy értem, hogy a lejtő közelében, ami város, és esetleg érdemes megnézni. Lejtő most a pályát közelében. Mondtad, hogy az izgathatja. Látod, így van. Te is ilyen fejjel gondolkozom. Igen. Salzburg kínál például egy érdekes kínálatot az idei térre. Salzburgban összeköthetjük a síelést a városi üdüléssel, tehát hogyha valaki a Salzburgban száll meg, akkor naponta indul buszjárat Flachauba. Ez nagyjából 1 órás út, tehát igazán nem egy vészes távolság, és tulajdonképpen 1-2 napot eltölthetünk városnézéssel, 1-2 napot pedig síeléssel. De erre például Innsbruck is nagyszerű választás, hiszen ott is több síterep található a közelben, és tulajdonképpen a városban lakhatunk, és onnan mehetünk síelni a szomszédos hegyekre. És a vonatnak köszönhetően most már Salzburg is, Innsbruck is nagyon könnyen és kényelmesen megközelíthető. Ráadásul ezeket a helyeket meg kell jegyezni a tavaszi időtöltés szempontjából is, mert hogy olyankor is érdemes visszamenni, túrázni, kirándulni, meg városnézni. Abszolút tudom ajánlani. A mi célunk az elkövetkező időszakban kiemelten a nyár népszerűsítése lesz Magyarországon. Sokkal nagyobb potenciált látunk ebben, nem csak azért, mert Ausztria egyébként, ugye a magyarok fejében Ausztria egy síelő destináció. Hát és el tudjátok hitetni a magyarokkal, hogy nyáron is érdemes oda menni? Reméljük. Bécsen túlra. Reméljük, a világ nagy része már elhitte, ugyanis a globális statisztikákat nézve ez majdnem 50-50% a téli és az üdülő vendégek aránya Magyarországon. Vagyis ugye Ausztriában. Magyarországról még ugye túlsúlyban vannak a síelők, de mi bízunk benne, hogy az elkövetkező 2-3 évben azért ez változik. Szerintem egy igazán intelligens döntés nyáron választani Ausztriát üdülőhelynek. Egyre inkább tapasztalni azt, hogy a nyár szinte kibírhatatlanul meg, főleg a nagyvárosokban, és ilyenkor mondjuk Ausztriában
igazán kellemes klíma várja a pihenni vágyókat. Napközben azért meleg van, lehet akár fürdeni is, például Karintiában rengeteg fürdésre alkalmas tó várja a családokat vagy az üdülni vágyókat. Estére azért kellemesen lehűl a levegő, ugye a hegyekből lejön tulajdonképpen ez a hűs, kellemes levegő, tehát lehet egy jót vacsorázni. Na de hol? És egyébként az is fontos, tehát azt kérem, hogy mondj néhány ilyen tóparti üdülőhelyet, és úgy, hogy esetleg olyat, amit az utazáskiállításon megnézhet az ember, vagy amiről prospektusokat is kaphat, hiszen kint lesznek most a hétvégi utazáskiállításon. Így van. Hát az egyik ilyen kézenfekvő régió az tulajdonképpen a Villach-Várnbád-Osziach-Herzé régió. Itt tulajdonképpen két nagyobb tó is van, az egyik a Fáki tó, a másik pedig az Osziachi tó. Mind a kettőt melegen tudom ajánlani, mind a kettőnél töltöttem már rövidebb, hosszabb időtartamot nyáron, és rengeteg aktív kikapcsolódási lehetőség van, de ha csak unatkozni akarunk és kifeküdni a tópartra, akkor azt is lehet, és igazán melegek ezek a talak, tehát igazából 26-27 fokra fölmelegszenek nyáron, tehát minden további nélkül lehet benne fürdeni. Nem vágyódunk a tengerpartra akkor. Remélem, hogy nem fogunk. Nagyon szépen köszönöm, Péter, tehát erről több információt megtudhatnak az utazáskiállításon is, mert Ausztria kint lesz. Köszönöm a figyelmet.